ezt az egész Orbáni fideszes hálózatot átszövi a bűnözés. Orbán Viktor rendszere az egy politikai, morális fertő. Itt a fejétől bűzlik a hal. Tehát az, hogy Orbán Viktor és Rogán Antal gyakorlatilag ketten, mint két isten, uralkodnak itt a rendszeren, tényleg szó szerint élet-halál urai, és igenis azért Orbán Viktor a felelős ezért az egész K. Endre meg Vásárhelyi János pedofil botrányért, mert ő ad mindenre engedélyt, ő mondja ki mindenre az áment. Nekünk készen kell állnunk arra, hogy megmutassuk, hogy igenis képes fogunk kormányozni, ehhez alternatívákat kell felmutatnunk. Megtöltik vasárnap a Kossuth teret? Meg. Azért öntsünk tiszta vizet a pohárba, ezek teljesen hamis vádak, tehát sem a Párbeszéd zöldek, sem egyetlen ellenzéki párt, egyetlen fillér támogatást nem fogadott el külföldről. Ez egy politikai bosszú, Karácsony Gergely ne tudjon készülni mondjuk a következő budapesti választása, a főpolgármesteri választása. Van egy rossz hírem, Karácsony Gergely meg fogja nyerni a főpolgármesteri választást. Üdvözlök mindenkit, ez a frisshirek.hu podcast csatornája, azon belül is az igazság 50 árnyalata. Én Nemes Tamás vagyok. Mai vendégem Szabó Tíme, a Párbeszéd zöldek országgyűlési képviselője, ügyvezető társelnöke. Aktuál politikáról beszélgetünk, ugyanis nagy kérdés, hogy a kegyelmi ügyből, a kegyelmi botrányból megerősödve jön-e ki az ellenzék, vagy felocsúdni sincsen esélyük, mert egy friss álszjelentés szerint több 100 millió forintot kell visszafizetniük a 2022-es országgyűlési választások alatt a kampány finanszírozással kapcsolatban. Szabó Tíme, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük egy bejátszóval, egy videóval a kegyelmi ügyel kapcsolatban. Egy nagyon meglepő videó került ki ma az internetre, ami igaz, hogy 22 évvel ezelőtti, de ha mondhatom, azt aktuális a mostani kegyelmi ügyben is, úgy nézzük meg ezt. Alakult itt Bicskén egy egyesület, amelynek az a neve, hogy Összefogás a Városért 2002 Egyesület. A hetes körzet jelöltje Vásárhelyi János. Kedves miniszterelnök úr, kedves képviselő úr, kedves elnök úr, kedves polgári körök vezetője, kedves Orbán Viktor, kérjük, hogy fáradjon. Ma a szabadságot elsősorban azt fenyegeti, hogy megengedhetővé vált Magyarországon, hogy köztörvényes bűnözőket a választások után kihozzanak a börtönből. Tud a miniszterelnök önazonos lenni ezek után magával és önmagával is változtat? Te ez mostani ügyön valamit. Ugye nyilván itt két szál is van, ami szerintem fontos. Egyik ugye a miniszterelnöknek a mondata a bűnözőkkel kapcsolatban, a másik, hogy ugye egy színpadon áll azzal a pedofil elkövetővel, aki ennek az egész kegyelmi ügynek, nyilván az igazgatóhelyettesről van szó alapvetően, de a kegyelmi ügynek, vagy akár a pedofil botránynak a kirobbantója. Igen, először is köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy ilyen nagyon fontos és aktuális témákról beszélünk. Az az egy baj van ezzel, nem egy baj, sok, hogy ez nem most lett aktuális. Tehát egyébként pont ugye a felvételen is látszik, hogy ezt az egész Orbáni fideszes hálózatot átszövi a bűnözés. Én gyakorlatilag amióta, 2010 óta, amióta országgyűlési képviselő vagyok, foglalkozom gyerekvédelemmel, a gyerekszegénységtől, gyerekéhezés felszámolásától kezdve egészen a gyerekbántalmazásig. 2016-ban én már akkor kérdőre vontam Balogh Zoltánt, hogy a fenébe képzeli azt, hogy
Vásárhelyi Jánost kitünteti. Ő arra hivatkozott, hogy ő amikor a kitüntetést előterjesztették, még nem tudtak erről az ügyről, ami egy szemenszedett hazugság, mert pontosan lehetett tudni, hogy akkor már hetek óta nyomozott hivatalosan is a rendőrség Vásárhelyi János ellen a Bicskei gyerekotthonban. Sőt, hát ugye tudjuk, hogy 2011 óta is tudjuk, hogy az áldozatok már azóta panaszt tettek az abúzussal szembe. Ez hát a ugye most a frissírek szerint ráadásul a Bicskei gyermekotthon előtt betöltött pozíciójában is már volt gyanú, abban nem lett azt hiszem feljelentés, de páran megemlítették, hogy azért hozták el a korábbi iskolájából a gyermeküket, mert valami gyanúsat észleltek a gyereken. Abból nem lett ügy. Igen, hát itt folyamatosan, tehát Orbán Viktor rendszere az egy politikai, morális fertő. Tehát egy olyan szintű aljas mocsárba vezette be Orbán Viktor az országot, amiből szerintem ő már nem tudja, mint Münchhausenbáról saját hajánál fogva kirángatni sem magát, sem a kormányt, sem ezt az országot. Erre a 2002-es ügyre feltetőleg Orbán Viktor mondjuk azt mondaná, hogy ő honnan tudhatta azt, hogy aki mellett kampányolt, annak ilyen ügyei vannak. Ugye 2002-t írunk azért. Igen, de akkor nézzük meg az összes többi esetet. Ott van Foszti Vadar, ugye volt fideszes önkormányzati képviselő, ott van Tímár László, volt fideszes önkormányzati képviselő. Ugye az egyiket, az utóbbit elítélték, mert egy 13 éves lányjal létesített iskolaigazgatóként szexuális kapcsolatot, ugye Foszti Vadarral kapcsolatban tudjuk, hogy kamerát szeret fel a volt nevet lánya szobájába, és figyelte, és ráadásul ellene nem is, az ügyészség nem is pedofil bűncselekménnyel kapcsolatos, vagy készítése, felvétel készítésével vádolta meg, csak felhasználásával, szóval már ott az ügyészség is elkente, de akkor beszélhetünk például a Böjte Csaba ügyről. Szóval Böjte Csaba, ferences szerzetes, az egyik nagy felkentje a Fidesz kormánynak, ugye Böjte testvér mindig így emlegetik, a Libriben gyakorlatilag egész karácsony előtt az ő könyvei, vagy az ő könyve volt kiterítve mindenhonnan. Miközben pontosan tudjuk, hogy az ő romániai gyerekházaiban hosszú-hosszú éveken keresztül kisfiúkat erőszakoltak meg. A román hatóságok lecsukták, azt hiszem, hogy 11 év fegyházbüntetést kapott ez az ember, miközben nálunk Kaleta Gábor 500 ezer forintot. Épp tehát van, az, hogy a román hatóság is már... ügy lesz, ami kicsúcsosodik ebben, de nem. Hát ezek... Azért nem emeltem, mert már a Kaleta ügyet mindenki rögtön emlegeti, tehát az már egy, azt mindenki tudja, de akkor mondok egy nagyon aktuálisat. A fideszes Búzs Balázs, aki a harmadik kerületnek volt a polgármestere több mint 10 éven keresztül. Róla kiderült 2019-ben, hogy eltitkolt egy békásmegyeri óvodában nagyon hosszú éveken keresztül folyó pedofil ügyet. Az egészre úgy derült fény, hogy az Interpol vette fel a kapcsolatot a magyar hatóságokkal, azóta a két elkövető egyébként szintén fegyházbüntetését tölti, és Búzs Balázs tudott erről, mert az óvoda vezetője, mint az önkormányzat, azon, mint fenntartóhoz fordult ebben az esetben. Búzs Balázs nem válaszolt, nem reagált, nem értesített a testületet, az önkormányzati testületet, a családsegítőt, a szülőket, pedagógusokat, óvodában, senkit. Azok után, hogy mi ezt nyilvánosságra hoztuk, Búzs Balázs még engem perelt be, büntetőügy is született polgári per, mind a kettőt megnyertem, és a bíróság jogerősen kimondta, hogy igenis lehet Búzs Balázsról azt állítani, hogy eltusolta a harmadik kettő pedofil ügyet. Na de itt jön a slusszpoén. Ki indul most vajon a Fidesz színeiben a mostani önkormányzati választáson polgármesterként a harmadik kerületben Búzs Balázs? Tehát, hogy nemhogy belátás nincsen, nemhogy bocsánatot nem kérnek az áldozatoktól, nemhogy még meghúznák magukat, hanem ugyanúgy ezek az emberek helyzetbe kerülnek. Én nem tudok az ön eredeti kérdésére válaszolni, hogy tud Orbán Viktor a tükörbe nézni, szerintem sehogy. Igen, de hogy azt nézem, hogy minden nap ugye jönnek új hírek a kegyelmi üggyel kapcsolatban, de hogy azon túl, és nyilván egy ellenzéknek ez is siker lehet, hogy lemondott az államfő, lemondott az igazságügyész, lemondott Balogh Zoltán, hol a vége? Tehát, hogy mi az, amivel most az ellenzék, a Párbeszéd elégedett lenne? Tehát nyilván alapvetően ellenzéki álláspontból az, hogy kormányváltás, mondja le a miniszterelnök, megoldást jelentene ez a gyermekvédelemre? Az áldozatokra nézve? Szerintem részben igen.
Részben igen, bár nyilvánvalóan ez egy leegyszerűsített kérdés is, meg válasz is, de én azt gondolom, hogy itt a fejétől bűzlik a hal. Tehát az, hogy Orbán Viktor és Rogán Antal gyakorlatilag ketten, mint két isten, uralkodnak itt a rendszeren, tényleg szó szerint élet-halál urai, és igenis azért Orbán Viktor a felelős ezért az egész K-Endre meg Vásárhelyi János pedofil botrányért, mert ő ad mindenre engedélyt, ő mondja ki mindenre az áment. Tehát igenis, egy normális országban ennél sokkal-sokkal kevesebbért lemond már egy miniszterelnök, pláne úgy, hogy kiderül, hogy itt gyakorlatilag hálózatszerűen működik az eltusolása. De ezzel azt is mondja, akkor önök szerint továbbra is az az álláspont, hogy Orbán Viktornak tudnia kellett arról, hogy kinek ad kegyelmet a köztársasági elnök. Igen. Igen. Orbán Viktornak tudnia kellett, és tudott is róla, ahogy tudott a Böjte ügyről, ahogy tudott a Busz Balázs ügyről, ahogy tudott Foszti Vadarról, Kaleta Gáborról, és mindenki másról is. Tehát, hogy ezzel szemben sajtóhírekből az jön ki, hogy Orbán Viktor azért tajtékzott, mert hogy erről nem tudott. És hogy olyan emberektől nem tudott, akikben ugye maximálisan megbízott a lemondott emberek, tehát hogy idézőben ők verték át. Az, hogy Orbán Viktor mind tajtékzik, és mi nem, az egy dolog, az igazság pedig egy másik dolog. Tehát amikor látjuk, hogy ezt a típusú média leuralást, ugye a propagandát, a mások lejáratát, most is hát azért, vagy lejáratását, azért az, hogy a Megafonra 3 vagy 5 nap alatt 20 millió forintot költöttek, azért, hogy azt mondják, már 45, még már nem tudom követni, azért, hogy azt mondják, hogy a baloldalon vannak. Szóval ez nem válasz egy kérdése. Tehát én azt gondolom, hogy a felelősségvállalással kezdődik minden, és utána valóban rendszer szinten kell rendbe rakni az egész gyermekvédelmet. Megjegyzem, hogy én megint csak 2013-ban, 14-ben, amikor Balogh Zoltán még miniszter volt, már akkor mondtuk neki, hogy micsoda problémák vannak a gyermekellátó intézményekben, a gyermekotthonokban, a nevelőszülői hálózatban, ugye a családon belüli erőszak, hát ott is minden hónapban meghal egy gyermek a családon belüli erőszak áldozataként. Erre Varga Judit micsoda haját lobogtatta folyamatosan, miközben mi a Párbeszéd zöldekkel nagyon konkrét BTK módosító javaslatokat nyújtottunk be a távoltartás megváltoztatása érdekében, úgyhogy ezek az apák ugye ne tudjanak aztán visszamenni a felügyeleti jog gyakorlás. Tehát lehetett volna már korábban is, és most kell is, és én nagyon remélem, hogy a szakma le fog tenni egy átfogó javaslatot. Nekem az a félelmem, hogy megint természetesen Rogán Antal majd megpróbálja átkeretezni a nyilvánosságot, majd be fognak tolni egy olyan gyermekvédelmi törvényt, ami egyébként mondjuk lesz 2 jó pontja, 3 megvállalhatatlan lesz, mondjuk behozzák a kémiai kasztrációt, vagy most ezt tényleg nem is, hogy mondjam, viccből mondom, mert el tudom képzelni, mondjuk szándékosan megosztják. Pontosan, tehát megint a náci és a szélsőjobbos szavazókat akarja elvenni, ami miatt ugye mondjuk lehet, hogy az ellenzék egy része azt mondja, hogy bocsánat, ezt nem fogom megszavazni, mert ez megint nem oldja meg a problémát, de akkor majd lehet mutogatni, hogy lám-lám, megint az ellenzék nem szavazta meg a gyermekvédelmi szavazat. Szóval ilyen csapdákra készülünk, de az a feladatunk, hogy most tényleg a gyerekeket védjük meg. Balogh Zoltán lemondása után, ugye ez most már lassan egy hete történt, azt írta ki a Facebookjára, hogy a történteknek még nincs vége, ki lesz a következő, és lesz a következő. Hát mi azt reméljük, hogy Rogán Antal és Orbán Viktor lesz a következő. Egyébként sajnos nálunk is vannak, hozzánk is eljutottak további olyan ügyek, amelyik állami fenntartású intézményekben gyerekbántalmazásról szólnak, szexuális bántalmazásokról szólnak. Ezek korábbi ügyek, biztos... vagy mostani? De a mostani, akkor gondolom, hogy feljelentéssel kell élni. Van. Tehát például van egy olyan ügy, amiben már van feljelentés, de megint csak egy állami szervnél, ahol történt feljelentés, ahol a szülők lázadoznak, és ahol folyamatosan megy az eltusolás. Én azt gondolom, hogy ez is nem sokára biztos, hogy nyilvánosságot fog kapni. Ebből is látszik, hogy itt tényleg nincs vége a történetnek. Sokkal-sokkal rosszabb dolgok fognak még kiderülni a kormány házatájáról, és ráadásul annak a kormánynak a házatájáról, amelyik a kereszténység mögé bújik, amelyik az Isten haza család szlogén mögé bújik, és amelyik elbábozza, hogy valójában ők a gyerekvédők, miközben kiderül, hogy itt egy rendszer szintű gyerekbántalmazás folyik 14 éve. Mi az, amivel a Párbeszéd első körben elégedetlen, nem? Mert ugye nagyon-nagyon tág most már a kegyelmi ügy kirobbanása volt, hogy amin az ellenzék változtatna, a közvetlen államfőválasztás, gyermekvédelmi törvény módosítása, szigorítása, a kegyelem, mint intézményrendszernek a megváltoztatása, tehát, hogy
Ha most sorrendet kell állítani, milyen sorrenden melyiket, vagy mindegyiket egyszerre, mert hogy ezt kívánnám most önök szerint a politikai és a társadalmi igény? Én azt gondolom, hogy a magyar társadalom igazságérzetét helyre kell állítani. Ez pedig valóban a felelősségre vonással kezdődik. Ezért kell tudni, hogy pontosan mi indokolt a K. Endre kegyelmét, tehát magyarul azonnal nyilvánosságra kell hozni ennek az indoklását, és a jövőben is nyilvánosak kellenek, hogy legyenek az elnöki döntések. Pont azért, mert maga Novák Katalin mondta egyébként azt, hogy ezek a kérdések mindig megosztók. Ha megosztók, akkor a társadalomra tartozik, igenis. Tehát, hogy ezek legyenek nyilvánosak. Legyenek visszavonhatók. Lehet, hogy ez sokadlagos kérdésnek tűnik, de mégiscsak megint egy ilyen igazságérzet helyreállításáról szól, az állami kitüntetések. Tehát például Vásárhelyi Jánosnak, vagy éppen Böjte Csabának, tehát ne járjon már becsületrend, könyörgöm, tényleg egy olyan ferences szerzetesnek, akiről kiderült, hogy egyébként évek óta szerető tart, amit titkolt, vagy nem tagadott a nyilvánosságban, nem cáfolta meg. Ezek után valóban kell szigorítani akár a büntető törvénykönyvet is. Mi például benyújtottunk a Párbeszéd Zöldekkel egy olyan BTK módosítást, amely kimondja azt, hogy ne csak azoknak járjon a foglalkozástól eltiltás élete végéig, akik maguk elkövették a pedofil bűncselekményt, hanem például az ilyen K. Endre típusú pedofil segítőknek is, akik vagy eltusolták, eltitkolták a gyerekeket, kényszerítették a vallomásuk visszavonására, vagy éppen nem értesítették időben a hatóságot. Most K. Endre nem azért kapott kegyelmet, ezt nagyon fontos tisztázni, mert sokan azt hiszik, hogy a börtönből való szabadulás volt itt a lényeg. Nem, K. Endre már házi őrizetben volt akkor. Azért kapott kegyelmet, hogy ne legyen priusza, hogy utána tiszta erkölcsi bizonyítvány elő, akár azonnal gyerekek közében. Hát ugye erre mondta az ellenzék, hogy a legnagyobb probléma az, hogy tulajdonképpen bármikor visszamehet gyerekekkel foglalkozni. Igen. És ahogy ön is mondta, Vásárhelyi Jánosról is kiderült, hogy már előtte, vagy felmerült a gyanú, hogy volt. Vagy akkor mint a katolikus egyházban sajnos, ugye akkor így horizontálisan mozgatják az embereket, nincsen következménye a dolognak, szóval ilyen ne fordulhasson elő. És utána azt gondolom, hogy itt valóban, tehát az nem elég, hogy én értem, hogy Orbán Viktor megijedett attól egyébként 150 ezeres tömegtől, amelyik nem 50 ezer volt, hanem 150, inkább 200 ezer a Hősök terén, ezért is valószínűleg átírta az évértékelőjének a beszédét, hogy lássák az emberek, hogy ő valamennyire komolyan veszi ezt. Szóba hozzuk az évértékelőt is. De hogy ez kevés. Tehát, hogy ez nem elég. És nem elég az az alkotmánymódosítás, amit ő benyújtott, mert egyébként az is egy csapda. Volt egy érdekes megjegyzés a minap az ATV-n Bárándi Péter korábbi igazságügyminiszternek, aki azon túl, hogy megkapta azt a kérdést, hogy ő, mint miniszter, annak idején felterjesztette volna egy ilyen kegyelmügyet, és ugye egyértelműleg válaszolta, hogy kizárt, de azt fejtegették a műsorban, és az ő kérdése is volt, hogy itt több tucat, tehát 22 kegyelmi ügyről van szó, amit úgymond egy csomagban döntöttek, hát ebben volt Budaházi, stb., ami nyilván egy másik beszélgetés, de hogy ő azt kérdezte úgymond magától is, meg a műsorvezető is vissza, hogy mi lehet ennek az üzenete, hogy soha nem látott mennyiségben, tehát hogy ő azt mondta, hogy egy évben max. egy-két kegyelmi ügyet szoktak eldönteni, vagy két évente egyet, vagy kettőt, de a 22, tehát hogy egy ilyen csomagban megkegyelmezünk ennyi embernek, akik jogerősen elítélt bűnelkövetők valamilyen formában, hogy mi lehet ennek az üzenete, hogy most egyszer csak előveszünk 22 ügyet, és kegyelmet adunk. Mi lehetett ennek az üzenete? Hát én erre nem tudok válaszolni. Az biztos, hogy rossz üzenete van, mert hirtelen ennyi ügyet valóban nem szoktak elbírálni, de nagyon fontos azt úgy egy picit átbeszélni, hogy miről is szól az elnöki kegyelem. Mikor szokták, milyen esetekben szokták több adni? Fajta... Akkor szokták adni, amikor... Háromféle válasz van erre igazából, mert hogy ugye van, amikor teljesen a bűncselekményt negligálják vele tulajdonképpen, van, amikor ugye, hogy visszahelyezzük a társadalomba, és mindent eltörlünk, tehát ott a jogász pont a Bárándi kifejtette, hogy háromféle van. Én inkább, tehát én nem jogi, hanem jogfilozófiai oldalról közelíteném meg. Tehát egy kegyelmi ügy szerintem akkor indokolt abban az esetben, hogyha
egy olyan bűncselekmény történik, amikor a jognak kötelező lépni, de az emberek érzik, hogy morálisan nincsen. Tehát hát morálisan az eljárás során jogsérelem történt, például ezt mondta az ügyvéd, és mondjuk az eljárás során érhette olyat a cselekmény az elkövetőt, hogy a kivizsgálása, a ítélet meghozatala. Mondok egy más típusú példát, hogy értse, hogy mire gondolok. Ugye Göncz Árpád adott egy olyan édesanyának elnöki kegyelmet, aki eutanáziát követett el a saját haldokló, nagyon nagy szenvedéseken keresztül menő gyerekének, akinek hetei voltak hátra, biztos volt a halála, és egyszerűen annyira szenvedett, hogy az édesanyja nem bírta ezt tovább nézni. A jog szerint, a jog nem tud más csinálni, mint elítélni. De azért bennünk van egy olyan igazságérzet, hogy azért amikor egy anya, tehát hogy ez egy eutanázia ügyében ilyenkor, ami nagyon vitatott kérdés. Tehát amikor morálisan egy picit vissza kell billenteni az igazság irányába ezt a dolgot, ilyenkor, vagy mondok egy másik példát, családon belüli erőszak. Hogyha egy férfi, mondjuk egy volt életes, vagy apa, vagy akárki, mondjuk szisztematikusan, nagyon-nagyon súlyosan bántalmaz mondjuk egy gyereket hosszú éveken keresztül, az édesanyja egyszer csak addig is próbált, értem, visszaüt, és pont végzetes lesz. Akkor megint csak a jognak lépni kell, nem tud mit csinálni. De ilyenkor tudjuk, hogy tulajdonképpen az életüket vétett, tehát hogy kell egy ilyen helyreállítási mechanizmus. Akkor, amikor például Áder János egy köztörvényes bűnöző, mert hozzuk be őt is, mert ő is kegyelmet adott egy köztörvényes bűnözőnek, azt hiszem, hogy Veres Margitnak hívták, a Balmazújváros volt fideszes polgármesterét, akit a bíróság jogerősen elítélt költségvetési csalás miatt. Na most ilyen embereknek nem adunk bocsánat. És ő is titokban az utolsó pillanatban adott, és azóta ez a volt fideszes polgármester még millió számra veszi föl az uniós támogatásokat is, úgyhogy egyetlen egy percig nem ült börtönbe, mert egyébként Völner Pál kérvényezte annó, hogy a börtönbüntetésének az elhalasztását. Szóval itt valami nagyon nincs rendben, teljesen félreértelmezi a Fidesz megint csak azt, hogy a kegyelmi ügy az nem arról szól, hogy a saját bűnöző haverjait szabadon engedjék, bocsánat. Kapcsolódva a kegyelmi ügyhöz, vagy botrányhoz, két tüntetésről beszéljünk. Az egyik ugye múlt pénteken az influencerek, civilek kezdeményezése, ahol én nem szeretnék számokba bocsátkozni, nagyon sokan voltak a Hősök terén és az Andrássy út elején. Egyrészt kim volt a tüntetésen, másrészt, hogy nem, hogy mondjam, arcon csapás egy picikét az ellenzéknek és az ellenzéki munkának, hogy néhány influencer, civil összeáll, és ennyi embert meg tud mozgatni egy ilyen ügy érdekében, de hogy nem arcon csapás az ellenzéknek, hogy amit mondjuk 12, 14 év, 13 év alatt el tudott érni ezt az ellenzék, azt ők elérték 3 hét alatt. Semmiképpen nem arcú csapás. Hogyha az ügyet nézzük, és én mindenképpen az ügyet nézem, az, hogy a gyermekbántalmazás kérdése és az, hogy védjük meg a gyerekeinket, ennek az ügynek a felkarolása ennyi embert megmozgat, az minden jó érzésű embert örömmel kell, hogy eltöltsön. Teljesen mindegy, hogy az most politikus, civil, vagy milyen funkcióban van. Én igen, azt is, de azt azért is értem, hogy az influencerek egyébként sokkal könnyebben meg tudják, más nyelvet beszélnek, megszólítják a fiatalokat, azokat, akiket a pártok nem feltétlenül tudnak. És egyébként még mindig van szerintem egy 2022-es csalódás az ellenzékben. Ezt akarom mondani, de meg tudnak jelteni most az ellenzéki összefogás akár egy Hősök terét? Ha úgy adódna? Szerintem ez nyilvánvalóan az ügytől függ, és a cselekvőképesség felmutatásától függ. Tehát a Párbeszédzöldnek nem véletlenül mondta azt, hogy nekünk szerintünk igenis meg kell mutatni, hogy van alternatívánk, például egy köztársasági elnöki pozícióra, hogyha élesbe fordulna a helyzet, mert ki tudja, lehet, hogy holnap összeomlik ez a rendszer. Nem az ellenzéki pártok miatt, hanem saját maguk miatt, akkor nekünk készen kell állnunk arra, hogy megmutassuk, hogy igenis képes vagyunk kormányozni, ehhez alternatívákat kell felmutatnunk. Én szerintem a tömegnek abban van igazsága, hogy nem feltétlenül most az ellenzéki pártok kint voltam, ugye tüntetésen? Kint voltam, igen, természetesen. Karácsony Gergely főpolgármester is kint volt, a Párbeszéd Zöldek is. Mi is kint voltunk, én nekem volt egy élő bejelentkezésem is egyébként onnan a tüntetés előtt. Én nagyon-nagyon örültem annak, hogy ők kint vannak, és szerintem számos kritika jogos, amit az ellenzékkel kapcsolatban megfogalmaznak. Beszéljünk egy másik tüntetésről. Most vasárnap a parlament elé készülnek, mert ugye, hogy hétfőn az országgyűlés első
körben akár már tárgyalhat is az új köztársasági elnök szeméről, akiről elméletileg ma kihelyezett frakciülésen Balaton-Almádiban dönthet is a Fidesz frakció. Mi ennek a tüntetésnek a célja? Azt nyilván tudjuk, a hívó szó az az, hogy legyen közvetlen államfőválasztás, amire ugye egyből a kormánypártok azt mondták, hogy érdekes a felvetés, mert hogy erre azért több kormánynak is lett volna lehetősége, mindjárt Gyurcsány Ferencnek, aki oda hívja a tüntetőket vasárnap a parlament elé. Miért nem tette meg ezt akkor Gyurcsány Ferenc? Nyilván őt kellene kérdeznem, de mint ellenzék azért ez egy jogos felvetés, hogy miért most? Nyilván az ügy miatt, csak hogy mit várnak a jelenlegi jogszabályi környezetben, azért erre kevés esély van. Azért tegyük tisztába, hogy azért most került szóba a közvetlen köztársasági elnök választás, mert a Fidesz 3 köztársasági elnökéből 3-ról derült ki, hogy korrupt, és hogy olyan ügyekben terjeszkedik túl a hatáskörén, ami nem megint csak... A korrupciót mit ért? Mert Schmidt-Pál ugye most, amit mondtam, Áder János a köztörvényes bűnözőnek adott kegyelmet, Novák Katalinnak pedig ez a pedofil mosdató ügye. Tehát ez nem 2/3, ez 3/3. Tehát én azt gondolom, hogy ebből jogosan vonja le nem csak az ellenzék, de sokan azt a következtetést, hogy a parlamenti többség alkalmatlan arra, képtelen arra, hogy egy valóban olyan embert jelöljön, aki a köztársasági eszméket megjelenít, köztársaságát, itt nyilván a Fidesz alatt már nem beszélünk erről, de aki a nemzetegységét meg tudja jeleníteni, aki az elesetteket védi, és nem az elitet, nem a hatalmasokat védi, hanem az elesetteket. Erre egyik sem volt képes. Azért nézzük meg, hogy egy Göncz Árpádnál nem merültek föl ilyen botrányok, egy Mádl Ferencnél nem merültek föl ilyen botrányok, Sólyom Lászlónál nem merültek föl ilyen botrányok. Persze, hogy akkor nem merül fel a közvetlen, amikor utána 3-ból 3-ról kiderül, hogy teljesen nem csak alkalmatlan, hanem politikailag és morálisan is méltatlan ennek a tisztségnek a betöltésére, sőt, utána még havi 5 milliós luxusjuttatásokat, autót, figyfenét fog kapni élete végéig egy ilyen bukott ember. Hozzáteszem, ez a korábbi köztársasági elnököknél is így volt. Igen, csak 5-ben buktak meg. Tehát én azt mondom, hogy aki méltat, mi a Párbeszéd Zöldekben nyújtott egy ilyen törvényjavaslatot is most, hogy aki méltatlanságból kényszerül lemondani a köztársasági elnöki pozícióról, az ne kaphassa élete végéig ezeket a luxus juttatásokat, mire föl kapja. De azt gondolom, hogy csak hogy az eredeti kérdésére válaszolok, hogy ezért merül fel most a közvetlen köztársasági elnök választás, mert most derült ki, hogy mind a 3 fideszes elő teljesen alkalmatlan, és félő, hogy ma később megint egy olyan pártkatonát jelölnek. Egyébként tudomásunk szerint olyan casting van, hogy ehhez képest ezt akartam mondani, hogy pár nevet csak mondanék, hogy 2 miniszter, ugye Varga Mihály, Navracsics Tibor, de akár a... Szalai Borovic, de alkotmánybíró is most a mai friss névként, a Lomnici Zoltán is bekerült a kalapba, és nyilván a parlamentben régi diskurzusok és viták támasza Kövér László is. A legjobb, igen. Tehát ezek közül... Tehát mondja meg nekem, bocsánat, tudom, hogy nem szokás visszakérdezni interjúban, de mondja meg nekem, hogy ezek közül melyik, ki az, aki megtestesíti a nemzetegységét? Szalai Bobrovnicki, aki fegyvergyárakat nyilván érvek mentén tudna. Kövér László, aki rommá bünteti, aki közölte a titkosszolgálatokkal ugye egy kiszivárogtatott hangfelvételen még néhány 2021-ből talán, hogy a titkosszolgálatokat igenis politikai szivárogtat. De Norbacsis Tibor, valamelyik bulvárlap például finoman megmérte, mert benne volt abban a kalapban, amelyikben benne volt viccként Szoboszlai Dominik is, és másodiknak Norbacsis Tibor jött ki. Igen, és a következő lesz Tóth Gabi meg Győzike. Tehát, hogy ez a cirkusz folyik most a Fideszben. Tudnának nevet most mondani? Tehát, hogyha... Kaltenbach Jenő? A Párbeszéd Zöldeknek azért Kaltenbach Jenő, ő egy jogtudós, egy jogász professzor, 10 évig volt kisebbségi ombudsman, és a Rendészeti Panasztestület vezető. Egyébként megjegyzem, hogy a Rendészeti Panasztestület anno például még az előző kormányban, még a Gyurcsány kormányban is vizsgált rendőrségi túlkapásokat, tehát hogy ő pont tényleg az, aki mindkét oldalal képes kritikusan fellépni, tehát megjeleníteni a nemzet egységét, köztársasági értékeket magáénak vallja. Tehát igen, van. Mi azért is gondoljuk, hogy kell, nem egy castingba kell belemennünk, de képesek kellnek lennünk arra, hogy egy hiteles nevet elmondjunk, pont azért, hogy felmutassuk a kormányzó képességet és a vezető képességeket. Megtöltik vasárnap a Kossuth teret? Meg.
két mondat, ászjelentés. Tehát, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy itt a kegyelmi ügyben még el se döntötte az ellenzék, hogy milyen erővel tud kijönni, és már is egy hatalmas pofont kapott az ászjelentéssel. Azt tudják, hogy ugye több ellenzéki összefogásra vonatkozik ez a több százmillió forintos büntetés, ami lehet, hogy nem is ennyi, mert hogy már arról szólnak cikkek, hogy ha NAV-os szakaszba elkerül ez az ügy, akár ez lehet másfél milliárd forint is. Az önök részét tudják-e, hogy mennyi, amit esetleg a Párbeszédnek konkrétan vissza kell fizetnie, vagy be kell fizetnie? Igen, azért öntsünk tiszta vizet a pohárba, ezek teljesen hamis vádak, tehát sem a Párbeszéd Zöldek, sem egyetlen ellenzéki párt egyetlen fillér támogatást nem fogadott el külföldről. Ez egy politikai bosszú, megint politikai bunkosbotként használják az ÁSZ-t az ellenzék ellen. Nem csoda, hát teljesen most akkor máshogy nem sikerült ellehetetleníteni minket, akkor most minden pénzünket elveszik két kulcsfontosságú választás előtt júniusban. Tehát ez semmi más, ez nem jog, ez nem demokrácia, ez nem egy jogos büntetés, ez egy teljesen jogtalan politikai. Hogy ez most derült ki, hogy pont most, mert én úgy tudom, hogy decemberben már megkapták hát önök persze, a... Hát most, mert tehát most az decemberben már ott volt az információ. Nem, nem, most ténylegesen tegnap mert kaptuk meg a levelet. Valahogy azt olvastam, hogy az ÁSZ már decemberben értesítette. Nem, ténylegesen tegnap érkezett hozzánk a levél az ÁSZ-tól, amiben ráadásul, tehát a Párbeszéd Zöldek szempontjából ki tudjuk fizetni. Egyébként csak, hogy megnyugtassam az ÁSZ-t is. Ezt belekalkuláltuk, készültünk a Fidesz politikai bosszújára. De az, hogy például mindegyik ellenzéki párt ugyanannyi büntetést kap, miközben van olyan ellenzéki párt, amelyiknek háromszor, ötször akkor az állami támogatása, mint a Párbeszéd Zöldeknek. Ezt tudjuk, hogy ez egy Lex Karácsony. Tehát ezt azért szabta ki így az ÁSZ, hogy mindenkinek, a legkisebb pártnak is ugyanannyit kelljen fizetni, mint a legnagyobb ellenzéki pártnak, hogy Karácsony Gergely ne tudjon készülni mondjuk a következő budapesti választása, a főpolgármesteri választása. Van egy rossz hírem, Karácsony Gergely meg fogja nyerni a főpolgármesteri választást, ő lesz a főpolgármester, mi meg állunk elébe a következő és a következő és a következő bosszúnak is, és nem fogunk meghátrálni. Ha már önkormányzati választás, EP választás, mire számítanak, hány polgármesterük lesz, és hát nyilván ugye a Karácsony Gergelyt ezt elmondta, EP választás ugyanez, hány képviselő számítanak, és igazából ezt annak tükrében mondom, mert hogy alapvetően, és minden politikus elmondja a közvélemény kutatásokat, óvatosan kell kezelni, de azért a jelenlegi állás szerint, a legfrissebb adatok szerint nem túl jó eséllyel indul a Párbeszéd neki ezeknek a választásoknak, az országgyűlésének meg egyáltalán nem, ebbe se jutnának. Egyrésztről az még odébb van, másrésztről mi azt gondoljuk, hogy Jávor Benedek által vezetett EP listánknak is van jó esélye. Jávor Benedek, aki ugye korábban már volt európai parlamenti képviselő, egyébként ő az év képviselője címet is megkapta többek között zöld kategóriában. Ő egy olyan hiteles zöld politikus, amire ma Magyarországon nagyobb szükség van, mint valaha. És arra is, hogy a Párbeszéd Zöldeken keresztül megmutassuk, hogy kell egy olyan kormánytól független zöld párt, amelyik progresszív, amelyik nyitott, amelyik igenis a klímaváltozás ellen úgy tud küzdeni, hogy az az emberek érdekét szolgálja. Ugye van még egy párt, amelyik zöldnek mondja magát, de szemmel láthatólag egyre inkább az LMP közeledik a kormányhoz. Tehát az, aki mondjuk Vitézi Dávidot akarja jelölni főpolgármesternek, aki nem csak hogy Orbán Viktor rokona, de egészen a közelmúltig a Fidesznek volt államtitkára, az szerintünk nem ellenzéki és nem független. Viszont a zöld ügyekben most, amikor a kormány akkumulátor rémálma kezd megvalósulni, amikor veszélyeztetik a vizeinket, a termőföldjeinket, amikor több százezer külföldi távol-keleti vendégmunkást hoznak úgy ide Magyarországra, hogy közben kirúgják a magyar munkavállalókat, akkor igenis szükség van egy olyan zöld erőre, amelyik elmondja, hogy ez nagyon nem jó irány, és alternatívát mutat arra, hogy mit is jelent az igazságos zöld átmenet. Ez a Párbeszéd Zöldek listája. Szabó Tíma, köszönöm szépen, hogy elfogadta meg hívásunkat. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. További érdekes tartalmakért iratkozzanak fel, és kövessenek minket a viszontlátásra.